Sziasztok, engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Fodor Gábor vagyok, és mint ahogy hallható volt, az AlphaSonic Kft-től érkeztem. Mi egy IT-s biztonságtechnikai disztribútor cég vagyunk. Igazániból nem akarok sokat marketing búsítani és PR-ozni, hogyha mégis belelovalnám magam, akkor szóljatok, lőjetek le, bármi. Szóval rólam azt kell tudni, hogy én biztonságtechnikai termékmenedzserként dolgozom a cégnél, ami tök jól meg hangzatosan hangzik, mert benne vagy menedzser, de a gyakorlatban ez annyit akar, hogy igazániból én szerzem be a biztonságtechnikához kapcsolatos eszközöket, ami nálunk elsősorban a videó megfigyeléshez köthető, tehát ezek általában kamerák, rögzítőegységek, szerverek, riasztók. Én szerzem be őket, tehát kapcsolatban vagyok a gyártókkal, illetve megtervezem azt, hogy kiknek és hogyan is volna érdemes eladni, és konkrétan mit és hogyan adjunk el. Tehát közvetlenül ilyen rendszereket tervezek a gyakorlatban. Ugye a biztonságtechnika, mi is maga a biztonságtechnika? Nem mondok nagyot, hogy a nevében is benne van, az alapvető biztonságunkra szolgálna ez az egész dolog. Ugye az értékeink, családtagjaink, szeretteink biztonságára. Ezzel nem mondtam nagyot eddig, de amit sokan nem tudnak ezzel kapcsolatosan, lehet, hogy egy kicsit fekete bárány is vagyok így ma este, hiszen én a fizikai részével foglalkozom a biztonságtechnikának, és kevésbé az IT-val. Ugyanakkor azt kevesen tudják, hogy nagyon is IT-hoz kapcsolódik ez, hiszen a biztonságtechnikai rendszerek most már nagyon-nagyon szorosan összekapcsolódnak az IP alapú dolgokkal, tehát közvetlenül most már teljesen IT alapú ez az egész. Egy kis konyhatitok, de igazániból mi a cégen belül elsősorban telepítő és végfelhasználókkal állunk kapcsolatban, és ezeket is két részre lehet bontani, vannak a biztonságtechnikai telepítők, és vannak az IT szakemberek. És most lehet, hogy remélem nem ül is sok biztonságtechnikai telepítő, nem akarom őket megbántani, de én sokszor az IT-sokkal jobban szeretek dolgozni, mert teljesen más a gondolkodásmódjuk. Egy biztonságtechnikai szakember, aki keményvonalasan 20 éve ezzel foglalkozik, ő sokszor kicsit jobban berögzült, és az IT-sok, akik az IT-ból jönnek, neki sokkal szabadabb a gondolkodásmódjuk. És a biztonságtechnikánál napjainkban szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy meglegyen ez a szabad gondolkodásmód, és tudjunk úgy gondolkodni, olyan rendszert tervezni, ami igazándiból a mi ízlésünknek felel meg. És erről fogok majd beszélni a mai nap folyamán, hogy hogyan is van ez, és mi szab határokat ebben. És láthatjátok azt, hogy mennyire fontos az, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk, és tudjuk azt, bocsánat, közben beigazítom a mikrofont. Szóval, hogy tudjuk azt, hogy a gyakorlatban mi is az, amit megvalósíthatunk. A biztonságtechnika két részből állhat, van az otthoni, és van a céges biztonságtechnika. Az otthoniról kevésbé szeretnék beszélni, az ugye adja magát, rakunk fel kamerákat, rakunk fel egy rögzítőegységet, történik a rögzítés, minden oké. Ugyanakkor, hogyha a céges részt szeretnénk tovább bontani, akkor láthatjuk majd azt, hogy mennyi olyan folyamat van, ami a biztonságtechnika által megfigyelhető és kontrollálható. Most már nem ott tartunk, mint tartottunk 15 vagy 20 évvel ezelőtt, hogy van a kameráink, van egy rögzítőegységünk, ül ott valaki, nézi folyamatosan, visszakeresi, talán, teljesen függetlenül minden más résztől. Tehát régen az úgy nézett ki, hogy volt egy riasztónk, volt egy központi egysége, volt egy tűzjelzőnk, központi egység, kamerarendszer, megint központi egység, és mindent külön tudtunk nézni. Manapság ugye az IT fejlődése által ez olyan szinten egybefonódik, hogy most már, hogyha akarjuk, akkor egy felületről elérhető ez az egész, és különféle válaszreakciókat tudunk nyújtani, és erről szeretnék majd beszélni a későbbiekben. Ugye egyből, hogyha megvan az, hogy igen, szeretnénk, mondjuk van egy cégünk, és a telephelyünkre szeretnénk kamerarendszert telepíteni, első körben tudunk el azt, hogy milyen okból, és tudunk el azt, hogy mit is szeretnénk látni. Ugye ez banális dolog, itt kell kiválasztani azt, hogy milyen eszközökre van szükségünk. Az otthoni felhasználásnál ott általában az szokott lenni a módi, hogy vannak kameráink és van egy központi rögzítő egységünk, ami lehet IP alapú, lehet még analóg, de ez minden esetre kb. Akkora, mint egy videómagnó, van benne egy HDD és rögzít folyamatosan. A céges felhasználásnál, ahol több kamera van és bonyolultabb a rendszer, ott általában szerverre történik a rögzítés, és ezekre a szerverekre akár Linux alapú, akár Windows alapú olyan CMS és VMS, tehát videó megfigyelő programokat tudunk telepíteni, amik két már egybe tudunk integrálni akár különböző más rendszerekkel, mint ahogy említettem, például tűzjelző vagy riasztó rendszerekkel. De első körben tudunk el azt, hogy milyen kamerákat is szeretnénk. Illetve, hogy mi a felhasználási módozat. Van-e élőerős megfigyelés,
avagy egyáltalán nem szeretnénk élőerős megfigyelést, és nekünk ott van a szerveres rögzítés, és akármilyen gond van, akkor mi fogjuk visszanézni, vagy a rendszer küldjön nekünk ilyen szintű visszajelzéseket. Ugye korábban mindenképpen szükség volt arra, hogy legyen élőerő, tehát legyen egy portás, legyen egy biztonsági szolgálat, aki folyamatosan figyeli azt, hogy mi megy a kamerán, mi történik a rendszerben. Manapság ez már jóval árnyaltabb. Nagyon jól össze lehet fűzni azokat a dolgokat, hogy hogyan küldjön nekünk értesítést, és milyen válaszreakciókat csináljon a teljes rendszer egy-egy esemény során. De első körben térjünk vissza arra, hogy hogyan is épüljenek fel a kamerák. Ugye fizikailag felhelyezik a kamerákat, eddig minden tök jó, azt hihetnénk, hogy ez így meg is van. Ugyanakkor itt is már figyelni kell arra, hogy hogyan helyezzük fel a kamerát. Nyilván a legbanálisabb dolog az, hogy mit néz és hogyan néz. Látja egyáltalán fizikailag azt a részt, amit nekünk látnunk kell. Hogyha ez megvan, akkor biztosítanunk kell azt, hogy a kamerához nem tudnak hozzáférni. Tehát jelen esetben például a képen, ahogy láthatjátok, ne tudják leverni a kamerát, ne tudják lefújni a kamerát. Vagy hogyha mégis megtörténik, mert csak úgy tudjuk elhelyezni, akkor milyen válaszreakció jön erre? Az úgy nyilván nem egy válaszreakció, hogy megtörtént, és akkor az úgy ott van, hanem hogyha nincs élőerős megfigyelés, akkor például mit jelezzen nekünk, vagy hogyan jelezzen. Beállíthatjuk például azt, hogy a legtöbb kamerán, ami IP alapú kamera, most egy kicsit elkalandozom vissza az alapokhoz, igazándiból a mostani kamerák már úgy épülnek fel, mint egy kis számítógép. Tehát rendesen van bennük egy CPU, memória, belső memória, RAM, tralam, külön IP címben rendelkeznek, ezt tudjuk egy belső hálózatba tenni, és ezt tudjuk kipublikálni különféle külső hálózatokra. Hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve egybe tudjuk fűzni a rendszert, és például meg tudjuk azt adni, hogyha például le akarják verni a kamerát, vagy lefújják a kamerát, akkor például küldjön nekünk egy e-mailt erről. Vagy küldjön SMS-t, hogyha van egy GSM modulunk. Avagy egyből jelezzen a rendőrség felé. Hogyha ez megvan, és külső behatástól mentes ez a dolog, vagy ezáltal le van védve, akkor ugye még mindig megvan az, hogy a gyakorlatban látnunk kell azt, hogy mi történik. Hiába látjuk fizikailag, figyelnünk kell a fényhatásokra. Van egy nagyon jó sztorim ezzel kapcsolatban, van egy nagyon kedves partner, akinek most nem mondanám el a nevét, hát hogyha itt ül, de mondjuk nevezzük Bélának. Béla egyik nap felhív azzal, hogy Gábor, te nagyon benne vagy ebben a biztonságtechnikában. Volt egy betörésszerűség nálunk, mondom, mi az, hogy betörésszerűség? Hát valaki bejött a portára, nem volt ott a portás, és kint volt a portán egy notebook, valaki fogta magát, bejött és elvitte. Ennyire egyszerű. Jó, szuper, és mit a probléma? Mondta, hogy semmi gond, van egy kamera a bejárattal szemben, ami pont azt a részt nézi, ahol bejönnek az emberek, és igazániból látható is az az ember, aki bejött, de ugyanakkor mégsem, és ebben kérni a segítségem. Első blikre telefonon el sem tudtam képzelni, hogy ez mi is, és a gyakorlatban arról volt szó, hogy hasonlóan, mint hogy a képen láthatjátok, olyan dinamikatartományú volt a kép, hogy a bejárattal szemben, ahogy felrakták a kamerát, a bejáratról volt egy nagyon nagy fényhatás, bent viszont nagyon sötét volt az emberke. Onnantól kezdve egy akkora kontrasztarányú kép jött ki, hogy nem lehetett megfejteni, hogy ki is az. Tehát volt egy hatalmas fény hátulról, és egy tök sötét ember. Egy nagy darab fickó volt, mondta neki, hogy ez igazából a Mikulástól a Yetiig bárki lehet, mert hogy ezt így baromi nehéz megállapítani. Hiába húzom a gammát, akármit csinálok, ezt így nem fogjuk tudni megállapítani. Rajta már nem tudtunk segíteni, úgyhogy Béla sajnos így járt, azt hiszem, hogy nem is lett meg a tettes. De ez egy nagyon jó példa arra, hogy a gyakorlatban mikre is kell figyelni. Ezt a konkrét példát például úgy lehet kiküszöbölni ezt a problémát, hogyha kifejezetten olyan kamerát választunk, ami rendelkezik egy VDR, egy Wide Dynamic Range funkcióval, ami a gyakorlatban két vagy négy képet készít egy képet az előtérben lévő dolgokról, és egy képet a háttérről. Tehát tulajdonképpen jelen esetben készít egy képet az emberkéről, aki ott áll a falnál, és készít egy képet a hátsó dolgokról, a két képet egymásra rakja, és onnantól kezdve mind a két rész éles, és mind a két rész fényben is tökéletesen látható. Ez csak egy példa, egy kiragadott dolog. Igazándiból a mai előadásban nem lesz időm arra, hogy mindenről elmondjak mindent, de hogyha bármi kérdés van, akár itt, akár a sörözésnél, szívesen állok majd rendelkezésetekre. Most igazándiból csak érdekes vagy érdekesnek szánt példákat szeretnék majd hozni. Tehát, hogyha megvan az, hogy felhelyeztük a kamerákat, megvan a szerverünk, rögzítünk. Szuper. Tegyük fel azt, ugye, hogy van egy telephelyünk, ahogy beszéltük, sőt, ne is legyen telephely, legyen kézzelfoghatóbb. Van ez a hatalmas nagy terem. Hogyha ezt be akarnánk kamerázni, hogyan tennénk meg józan paraszti észre? Mondjuk azt mondanánk, hogy rakjunk minden sarokba egy-egy kamerát. 1, 2, 3, 4. Sőt,
középen látható, tehát a középen lévő dolgokat jobban szeretnénk látni, rakjunk még középre is egy-egy kamerát, van összesen 6 darab kameránk, és remélhetőleg belátjuk a teljes teret. Van 6 kameránk, a rögzítő szerveren 6 kamera fut, tehát a rögzítés során 6-szor annyi adat jön majd a szerverre, mint ami kellene, vagy mint ami egy kameránál volna. Ez nyilván nagyobb IT infrastruktúrát is jelent, tehát nagyobbnak kell lenni a bandwidthnek, hogy átengedje ezt a sávszélességet, és rögzítő kapacitásban is jóval nagyobbnak kell lenni. Mintsem akkor, hogyha van például a képen látható fisheye kameránk, ami egy halszem optikás kamera, lehet, hogy láttatok már ilyet, ez igazándiból arra szolgál, hogy 180 fokban az egész teret képes átlátni, középre felrakunk egy ilyet, és onnantól kezdve látjuk a teljes teret. Ez ugye elméletben nagyon jól hangzik, de azt mondhatjátok, hogy mi van akkor, hogyha ez a kamera, a gyakorlatban ugye látunk egy ilyen kör alakú képet, és nekünk ez nem túl jó, hiszen mondjuk oda akarunk kattintani a sarokba, oda például, és nem látjuk azt, hogy milyen termék van a polcon, vagy hogy éppen felkattintunk a felső sarokba, és kiül ott a jobb felső sarokban. Nem látjuk, mert egy kör alakú képre kattintunk. Ugyanakkor szoftveresen most már képesek a kamerák megoldani azt, a kamerában lévő hardware számolja el azt a diverg funkciót tulajdonképpen, ami ezt az egy képet 9 felé bontja. Ugye középen van egy, közös képünk erről, mint amit láthattunk az előbb, és onnantól kezdve ezt 9 felé tudjuk bontani, és olyan, mint hogy a 9 kamerával rendelkeznénk. Ez például egy egybefüggő nagy térre tökéletesen megfelel. Nyilván a kameránál, tehát a kamera specifikációi azok elég sokrétűek, ezzel megint nem mondtam túl bölcset, de mondjuk, hogyha mobiltelefon van, vagy fényképezőgépben otthon vagytok, akkor biztosan hallottatok már a felbontásról, a záridőről, azon variációkról, amik a képalkotásnál szóba jöhetnek. Ez a kameráknál is így van. A kamerákról tulajdonképpen azt kell tudni, hogy hasonlóan működnek, mint az emberi szem, tehát van bennük egy képfeldolgozó egység, mint az agy, van bennük egy íris, és nagyon hasonlóan épülnek fel, mint az emberi szem. Ugyanakkor a kamerák képesek látni olyan színtartományokat, amit az emberi szem nem. Például az infrasugarakat, az UV-fényt. Az emberi szem ugye erre nem képes, de a kamerák alapvetően képesek. De ugye ezt kiküszöböljük, hogyha ezt a kamera megjeleníteni nekünk, akkor mi látnánk egy ilyen lilás kékes képet, ugye az UV meg az infra miatt esetlegesen. De a kamerák előtt van egy szűrő, és ez a szűrő csak azt a színtartományt engedi át, amit az emberi szem is lát, ezáltal látunk egy tök jó éles színhű képet. Szóval a specifikációban az egyik ilyen variáns az a felbontás. Ugye most a felbontásra nagyon elszaladtoló mindenhol, nem csak a biztonságtechnikában, hanem a mobiltelefonok, a fényképezőgépek terén, mindenhol röpködnek a megapixelek, ennyiszer ennyi, 8 millió, 12 millió pixel, ugyanígy van a biztonságtechnikánál is. Itt nyilván, hogy értékesítői szemmel mondanám, akkor igen, minél nagyobbat, a lehető legdrágábbat vegyétek, de hogyha józan paraszti észre kell gondolkozni, akkor ugye fel kell mérni azt, hogy mekkora részt figyelünk, milyen részletességgel szeretnénk látni, meg kell határoznunk azt, hogy mi alapvetően ott csak felismerni szeretnénk valamit, detektálni, avagy szeretnénk tudni, hogy az konkrétan milyen ember vagy milyen tárgy, vagy konkrétan mondjuk szeretnénk felismerni az arcát, vagy egy tárgyról szeretnénk felismerni, mondjuk erről a prezenterről szeretném középről látni, hogy ez egy Logitech prezenter. Most egy kis ingyen reklám a Logitechnek. Tehát meg kell határoznunk ezt, hogyha ez megvan, akkor onnantól tudunk tovább lépni. A képen igazániból azt láthatjátok, amiről itt már beszélek percek óta, és nem kapcsolódik a képhez, most visszatérek, hogy a felbontás kapcsán van egy olyan szám, ami a pixel per foot, vagy a pixel per méter, ez azt határozza meg, hogy egy méterre, vagy egy lábra hány pixel jut. Tehát ugye van egy távolságunk, van egy látószögünk, és ehhez hozzászámoljuk a felbontást. A halszem optikás kameráknál ott tényleg nagyon fontos a felbontás, hiszen minden esetben arról van szó, hogy tudnunk kell azt, hogy mit szeretnénk látni, és hogyha megvan ez a detektálási folyamat, de mi nagyobb részletességgel szeretnénk látni valamilyen dolgot, akkor onnantól kezdve nagyobb pixel per foot vagy pixel per méter számra van szükségünk, hogy ezt detektálni tudjuk, minél több pixel legyen egy-egy részem. Hogyha ez megvan, akkor jöhet a beléptetés folyamata. Térjünk vissza az a példához, hogy van egy telephelyünk, valaki megérkezik hozzánk, mondjuk kocsival. Bejönne az autóval a telephelyre. Ugye a legtöbb esetben ez általában úgy szokott működni, még mind a mai napig, hogy ül kint egy portás bácsi a bódéban, megnézi a rendszámot, a rendszám fel van írva, jelezték, hogy jöjjön, beengedi.
De ugye mi lenne, ha azt mondanám, hogy a portás bácsira semmi szükség nincs? Mert mi nem a portás bácsira, mert ez egy rossz megfogalmazás, hiszen vele semmi gond, de a munkájára jelen esetben effektíve semmi szükség nincs. Mert hogyha kirakunk egy kamerát, a kamera képes arra, a megfelelő szoftver mellett, hogy felismerje ezt a rendszámot, és az adatbázishoz kapcsolva válaszreakciót nyújtson rá. Például a kamera felismer egy rendszámot, az adatbázisban megvan, hogy ez a rendszám zöld utat kap, bejöhet, a kamera képes direktben nyitni egy relét, ami felnyitja a sorompót, és beengedi azt, aki éppen jön. Vagy képes arra például, bizonyára sokan láttátok már a parkolókban, hogy nagyon sok kültéri P+R parkolóban jelzi azt, hogy hány szabad hely van. Ez is így működik, a kamera felismeri a rendszámot, megszámolja azt, hogy éppen mennyien jönnek ki, és mennyien távoznak. Mennyien jönnek be, és mennyien távoznak. Innentől kezdve ugye a kettő különbségét kiszámolja, és megadja, hogy hány parkolóhely van. Itt is figyelni kell ugye például arra, megint csak egy kiragadott probléma, hogy tök jó, de mi van, ha valaki sötétedés után érkezik, és mondjuk reflektorral jön, vagy tompított fényszóróval, ne takarja ki a rendszámot. Ezt régen úgy oldották meg, hogy konkrétan fizikailag takarták le. Tehát volt raktak a képre egy-egy fix vakfoltot, ami kitakarja ezt a részt, de hát ez ugye mondanom sem kell, nem volt egy túl precíz megoldás. Most már léteznek olyan kamerák, amik a gyakorlatban azt csinálják, hogy folyamatosan infrafényt bocsájtanak ki, és ezáltal ugyan a fekete-fehér képet vesznek, mert ilyenkor az infra miatt fekete-fehérre kell váltani, hogy emberi szemmel is látható legyen, viszont a gyakorlatban nem zavarják meg ezek az erős fények. Megérkeztek hozzánk, szeretnének belépni. Itt is lehetne portás, vagy lehetne beléptetőkártya, de minek húznánk ezzel az időt, hogyha a 21. században vagyunk, és mehet biometrikusan is ez az egész. Ugye ez lehet az új lenyomat által, vagy lehet akár az arcfelismerés által. Az arcfelismerésnél azt kell tudni, hogy úgy működik a dolog, hogy velünk szemben mondjuk a bejárat fölött van egy kamera, ő lát minket, és a kamera szoftverében megvannak adva hozzáférési pontok, amit az archoz társít. Tehát készítünk valakiről egy képet, és a szoftver megállapít, mondjuk minél pontosabb a szoftver, annál több ilyen hozzáférési pontot. Megállapítja, hogy a fülünk milyen távolságra van az állunktól, a homlokunk milyen széles, és a többi, és a többi. Ugye minél pontosabb ez a szoftver, annál nagyobb százalékkal képes detektálni arcot. Azt mondják, hogy az emberi szám az 98%-ban képes felismerni arcot. A mai szoftverek azok már ilyen 96-97% környékén tartanak, úgyhogy most már egészen pontos. Ez nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. Én például pont ma olvastam egy 2002-es cikket erről, hogy hát ez mekkora baromság, Miami-ban használták 2001-ben, és két év alatt semmi detektálás nem jött be, keresték a terroristákat, aztán mégsem. Ez 2015-re most már erről a 20-25%-ról, ami volt 10 évvel ezelőtt mondjuk, ez felugrott el a 96-97%-ra, úgyhogy ebből is látszik az, hogy milyen gyorsan fejlődik ez az egész dolog. Ugye, mint ahogy elhangzott a Felkonfban, ezt használják a mindenféle titkosszolgálatok is, például arra, hogy a reptereken figyeljék azt, hogy éppen ki a terrorgyanús személy. Erről 2001 előtt, 911 előtt publikus dolgok voltak, tehát lehetett tudni azt, hogy hány embert ismertek fel, mennyi volt ebből az, akit elfogtak, stb. Stb. 911 óta ezek már annyira nem publikus adatok, ezért is nem fogtok ilyeneket találni, de ne legyenek kétségeitek. A nagyobb reptereken, a nagyobb vasútállomásokon működnek ilyen kamerák, és folyamatosan figyelik azt, hogyha éppen valamilyen terrorgyanús cselekmény jöhet szóba, akkor van-e ilyen detektálás, mondjuk az FBI által megadott kép, dob-e ki bármilyen meccset erről. Jó, hogyha ez megvan, bejöttek hozzánk, és mondjuk szeretnénk tudni, hogy hányan jönnek be hozzánk. Ez is felismerhető kamera által. Nem csak úgy, hogy nézzük a képet és számoljuk, hogy 1, 2, 3, majd kifelé is 1, 2, 3, hanem a kamera képes arra, vannak olyan speciális kamerák, amiket, hogyha berakunk a bejárat fölé, ezek speciális emberszámláló kamerák, amikről azt kell tudni, hogy van bennük kettő darab képérzékelő szenzor, ezáltal úgy épülnek fel teljes mértékben, mint az emberi szem, tehát képesek teret látni, képesek mélységet látni. Úgyhogy felraknánk egy átlagos kamerát, azzal is megoldható volna szoftveresen húznánk egy vonalat, és ő számolná azt, hogy hányan lépik át ezt a vonalat. Egyik irányba, hányan a másik irányba. De mi van, ha valaki nagyon közel vagy a másikhoz, akkor azt két ember helyett lehet, hogy egynek érzi majd. Vagy három detektálás helyett egyet lehet, és a többi, és a többi. Ezeknél a kameráknál, ahol már van mélység, és érzékelik azt, hogy ki milyen magas, és milyen formája van annak, aki bejön felülről, hogy az emberi forma az a fej és a két váll, ő ezt képes felismerni, és ezáltal sokkal pontosabb. Tehát számolja azt, hogy éppen mennyien jönnek be, egyik ajtó, másik ajtó, és mondjuk
a kifelé lévő ajtóra is tudunk tenni ilyet, és onnantól kezdve ugye már is különbséget számol, mint a parkolónál, és tudjuk azt, hogy éppen mennyien vannak bent nálunk. Ugye ez volt az a szoftveres módozat, amit mondtam, tehát igazából húzhatunk egy virtuális vonalat is, és hogyha nem annyira fontos, hogy túlságosan pontos legyen, akkor ezzel is tökéletesen megoldható, hiszen a kamera számolja azt, hogy egyik irányból a másikba hányan jönnek be, és hányan mennek ki. Nyilván itt ugye arra kell figyelni, hogyha nyitják az ajtót, akkor ebbe a virtuális vonalba ne lókasson bele az ajtó. Ezeket mondjuk átlépném gyorsan, mert egy kicsit megpörgetjük a dolgot. Menjünk el a szoftveres részéhez a biztonságtechnikának. Ugye eddig a hardverekről, a kamerákról volt szó főleg, de egy pár szó a szoftverről. Van egy rögzítő szerverünk, ezen van egy kifejezetten VMS, tehát Video Management Program, ami arra szolgál, nem csak arra, hogy láthassuk azt, hogy mi történik a kamerákon, és tök jól egybe fűzze a kamerákat, hanem az egész biztonságtechnikai rendszerünket fűzze egybe. Ugye a riasztónk, a tűzjelző például. Itt nagyon fontos az, ennél a rendszernél, hogy alapvetően úgy épüljön fel, hogy onnantól kezdve, hogy ez megvan, a rendszeren keresztül bármilyen gond van esetlegesen, az egyes mikromodulok, amikből a rendszer áll, arcfelismerés, rendszerfelismerés, rögzítés. Ha egy-egy ilyen modul, ne adj Isten összeomlik, mert Windows, bármi összeomolhat, onnantól kezdve ne az egész rendszerünk hasaljon el, hanem egy-egy mikromodul, amikor érzi azt, hogy bármilyen szintünk gond van, akkor onnantól kezdve ő fogja, küld egy jelet a központnak, és nem system crash lesz, hanem ugye küld egy jelet a központnak, és a központ leállítja ezt a mikromodult és rezeteli. Onnantól kezdve, mondjuk lehet, hogy az arcfelismerő modul összeomlott 2 másodpercre, de feláll, rezeteli a rendszer, és onnantól kezdve tökéletesen működik tovább. Illetve ugye ezen a szoftveren tudjuk összekötni mindazokat, amikről beszéltem korábban, hogy hogyan is legyen az, hogyha detektál valamit a kamera, akkor milyen válaszreakció jöjjön hozzá. Itt ugye vannak triggerek, ezek a detektációk, ezek is nagyon sokrétűek lehetnek. Nem csak a mozgásérzékelés, amennyi vagy ilyen általános dolgok, hanem ugye lehet például az a példa, hogy ha bárki egy virtuális vonalat lép át, akkor azt érzékelje. Vagy kijelölök egy területet mondjuk itt középen, és azt mondom, hogy ha valaki ebbe a területbe belép, akkor jelezzen nekem. Vagy a területen belül mondjuk leraknék egy bőröndöt. X ideig ott van, beállítjuk, hogy hány másodpercig, mekkora az a bőrönnek a minimum mérete, akkor, hogyha valaki ott hagy bármilyen tárgyat, akkor is jelezzen. Vagy fordítva, hogyha bárki elvisz onnan bármilyen tárgyat, akkor is jelezzen. Hogyha bejön hozzánk valaki az épületbe, bizonyos színű ruhában, megadhatjuk azt, hogy mondjuk jelezze ki nekünk azt, hogyha piros színű ruhában érkezik valaki, akkor például dobjon fel egy képet. Ugye mondjuk nézzünk 32 kamerát, kicsiben, hogyha valaki piros színű ruhában jön be, vagy fekete színűben, mindegy, akkor dobjon fel nekünk egy nagy képet róla. Ezek ugye a triggerek, és ezekre vannak különféle válaszreakciók. Ezek is nagyon különfélék lehetnek. Ugye lehet, hogy a kamerák fenn vannak ugyan, de nem rögzítenek folyamatosan. Csak tegyük fel, akkor rögzítenek egy raktárban, ahol nincsen mozgás, hogyha valaki mozog, elkezd mozogni. Onnantól kezdve csak a mozgásra rögzít. Vagy mondjuk csak arra rögzít, amilyen triggert mi beállítunk. Vagy küld nekünk visszajelzést e-mailben, SMS-ben, bármilyen olyan módon, ami éppen nekünk kellhet. Az utolsó egy perc jogán mit mondanál el még, Gábor? Igen, még egy nagyon-nagyon gyors videót lejátszanék, és utána tényleg nem húznám az időt, mert most már kezdek elcsúszni, de csak így figyelemfelkeltésképpen azt is megoldhatjuk, hogyha mi nem szeretnénk nagyon belefolyni a biztonságtechnikai dolgokba, de tudjuk azt, hogy valami megtörtént, például a raktárból elvittek egy csomagot, mint ahogy a képen látható, 2 órán belül, de fogalmunk sincs az arról, hogy ki vitte a csomagot, hogy volt ez az egész szituáció, van egy 2 órás részünk, mi ezt szeretnénk egy sokkal kisebb részre összerakni. Ezt láthatjátok a képen, hogy erre is van lehetőségünk. Itt 97 másodpercből csináltak 12 másodpercet, de mondjuk 2 órából csinálhatunk mondjuk 3 percet. Ilyenkor a szoftver tulajdonképpen azt csinálja, hogy az összes mozgást, ami a 2 órán belül volt, egy képre tömöríti. Mindent látunk azt, hogy éppen ki jött be, ki ment ki egy képen. És hogyha rákattintunk arra, hogy hoppá, ő vitte ezt a csomagot, látom, kimeríti a képet és beadja azt a real-time időt, amiben az zajlott. Úgyhogy igazániból mondom, ezek olyan példák voltak, amik a gyakorlatban lehetségesek, de a lehetőségek tárháza végtelen, úgyhogy már ha életekén elcsépelt példával, de azért nagyon fontos az, hogy,
hogy biztonságtechnikában szakértőkkel, mint ahogy bármilyen részen IT-ban is szakértőkkel dolgozatok, hogy ezeket a lehetőségeket ki lehessen aknázni, és ezek mehessenek. Hiszen, hogyha már pénzt adtok ki valamire, vagy a jövőben pénzt adnátok ki valamire, az a lehető legjobb legyen. Mi ebben szeretnénk segítséget nyújtani, ugye nem csak egy disztribútor cég vagyunk, hanem a gyakorlatban szakmai támogatást is nyújtunk, úgyhogy ha bármi kérdésetek van, akár az előadással kapcsolatosan, akár biztonságtechnikával, akkor állok rendelkezésetekre is. Várom a kérdéseket nagyon szívesen. Köszönjük szépen!